számomra ugye a házasság, és hát talán mondhatom azt, hogy számunkra, mert mindkettőnk nagyon szerencsés abból a szempontból, hogy a szüleink boldog házasságban élnek, és még van mindkettőnknek két testvére is, szóval így számomra egyértelműen összekapcsolódik a házassága család fogalmával. Úgyhogy számomra így innen indul ez így a alfája és omegája. Tehát nekem is ugyanez. És most még talán nem gondolkodik, vagy gondolkodunk ezen annyit nap, mint nap, de attól még ez egy ilyen szép dolog, amit így jó várni, meg néha így elképzelni, hogy vajon milyen lesz, amikor lesz. Első dolog, ami így eszembe jutott most, az életre szóló barátság, amit így adhat, meg az, hogy ezt így kimondjuk, és elköteleződünk, hogy így életünk végéig ott leszünk egymásnak. Ez egy ilyen szép dolog szerintem. Meg hogy ha bármi probléma vagy nehézség érkezik az életben, ami hát biztosan fog, akkor azon nem egyedül kell majd, azon nem egyedül kell megküzdeni, hanem lesz valaki mellettünk, aki segít, támogat, és egy biztos támaszt ad. És így a kettőnk egysége pedig egy olyan alap, amire tényleg utána lehet tovább építkezni. Nekem az egyik legfontosabb dolog talán az, hogy az egészben, hogy nem csak így jelen formájában fogadjuk el egymást, hanem ahhoz, hogy tényleg így házasságkompatibilis legyen az egész, ahhoz az, szerintem az kell, hogy elfogadjuk egymásban a változást, meg a változás lehetőségét, és hogy ne egy ilyen statikus valakit fogadjunk el, aki most így itt is van, vagy itt van, hanem hogy nyitottak legyünk arra, hogy mi is változunk, és így a kapcsolat is változni fog, és hogy ez ennek így a szépségét lássuk meg. Talán ez az, ami a legfontosabb. Én meg azzal tudnám ezt kiegészíteni, legalábbis az én nézőpontomból, hogy a változás mellett ugyanígy fogadjuk el egymásnak a különbözőségeit is. Szóval, hogy én nem fogom attól kevésbé szeretni Laurát, hogy a gabonapelyhet egyértelműen rosszul eszi. Mondta Laura a barátságot, én akkor azt még kiegészteném azzal, hogy tényleg ez egy szeretett kapcsolat legyen. És ahogy a gimnáziumomban láttam kiírva a falra, hogy a tisztelet a szeretet magva, hogyha így az egymás iránti tiszteleten alapul, akkor az tényleg ad egy olyan értékalapot, ami utána lehet építkezni, és hát szerintem a legfontosabb, hogy amifelé így tart, az, hogy majd egy közös családnak a lehetősége, és szerintem ez egy nagyszerű dolog. Igen, és szerintem egyébként egyáltalán nincs azzal baj, hogyha az értékeinkben vannak így eltérések, meg attól csak izgalmasabb lesz szerintem, de hogy ami viszont így nekünk szerintem megegyezik, és az töké, hogy megegyezik, az, hogy az emberi kapcsolatainkat mindig priorizáljuk, hogy ez nekünk mindkettőnknek nagyon fontos most is már, hogy így a barátainkra időt szánjunk, meg a mostani családainkra időt szánjunk, és szerintem ez egy olyan dolog, amire tök jól lehet építeni majd később is. Az ezerszer is igen, nekem személy szerint azt jelenti, hogy nem csak most mondok igent, hanem mindig, amikor nem könnyű éppen igent mondani, hogy nem csak az ilyen könnyű helyzetekben, hanem a kihívások közben is tudunk egymásnak ott lenni, és egymást támogatni. Nem tudom, hogy ehhez még így. Meg, hogy ez tényleg ez egy erős elköteleződés
amellett, hogy én igen fogok mondani majd arra a Laurára is, aki majd nyilván pár év, vagy akár tehát több után azért egy picit változik. És más lesz ő is, más leszek én is, de hogy én akkor ezt így vállalom, hogy igen, én akkor is őt el fogom fogadni, és szeretni fogom. És szerintem, tehát itt kezdődik tényleg az elköteleződés, hogy nem csak egy vidám pillanatban mondjuk, hogy igen, hanem hogy akkor tényleg vállaljuk, hogy ezt így minden körülmények között. Így házasságban szeretne élni, akkor azt minden nap ki kell mondani, nem csak akkor az egyszer, amikor így a papádat azt mondjuk, hogy oké, én téged választalak, hanem azt utána azért konzisztensen mondani kell, ami sokkal nehezebb, mint akkor egyszer kimondani, és szerintem ennek így, szóval, hogy ezt így tudatosan kell ezerszer is igent mondani, hogy így működőképes legyen a dolog. Házasság hete, az elköteleződés ünnepe.